Üdvözlök mindenkit a videodron Filmes csatornán, nézzük a Charlie Angyalai bemutatóját. Őszintén szóval gondolkodtam azon, hogy egyáltalán megnézzem-e ezt a filmet, és készítsek-e róla videót. Mégpedig két dolog miatt. Egyrészt már az előzetesen is látszott, hogy itt valami nagyon félre ment. A másik pedig az, hogy ennek a mozinak egyáltalán nem én vagyok a célközönsége. Nyilván a sokan tudják, hogy az alapot egy sikeres tévésorozat képezi, mely 1976-tól 81-ig futott. Majd utána a 2000-es években ezt a nosztalgia hullámot meglovagolva készült két mozifilm. Ezek közül az első kimondottan élvezhető volt, talán annak köszönhetően leginkább, hogy egyáltalán nem vette komolyan magát. Sajnos ez már sokkal kevésbé igaz a második részre. Egyébként a két mozifilm egészen tisztességes bevételeket hozott, de azért a világot nem sikerült megváltaniuk. Persze Hollywood nem engedte elfelejteni az angyalokat, 2011-ben megpróbálták a sorozatot ribútolni. Egy viszonylag közepes kezdés után óriási hanyatlás következett, ezért elkaszálták a sorozatot. Azonban a mostani társadalmi folyamatoknak köszönhetően a producerek ismét elérkezettnek látták az időt, hogy feltámasszák az angyalokat. Ezek után rá is térnék a következő dologra, ugye említettem, hogy ez a film nem nekem készült. Azonban megtekintés után arra nem nagyon sikerült rájönnöm, hogy ki is valójában a célközönség. Mindenesetre a bevételek alapján most már tudhatjuk, hogy sem a férfiak, sem pedig a nők nem voltak kíváncsiak az új csáni angyalaira. Az alkotók a marketing során folyamatosan súlykolták, hogy ez egy nők által készített, nőknek szóló film. Hova tovább különböző nyilatkozatokból ismét előkerült a férfiak nem szeretik az erős női karaktereket mondat is. Ami ugye alapjaiban is hülyeség, elég csak a Terminátorra vagy éppen az Alienre gondolnunk. Ezek szerint az alkotók szakítani akartak azzal a stílussal, amit a 2000-es film is követett. Azaz elsősorban szórakoztatni akart, és ugyanúgy szólt férfiaknak, mint nőknek. Ennek következménye az lett, hogy sikerült összehozni egy olyan filmet, ami egyáltalán nem találja magát, és nincs stílusa. Értem én, hogy van olyan producer, aki a mostani korban fantáziát látott egy olyan filmben, amiben megjelenik a férfi gyűlölet. Nagyjából a mozi férfi karakterek tekintetében három típust is felvonultat. A tökéletlent, a gonoszt, illetve a hülyét. Bár kétségtelen, hogy a Csárlya-Angyalaiban megjelenő férfiak annyira karikírozottak, hogy nem lehet komolyan venni őket, de valamiért mégiscsak ez volt a szándék, hogy így mutassák be őket. Azonban én most ezt az egész dolgot szeretném zárójelbe helyezni, és nem ez alapján értékelni magát a filmet. Az, hogy van egy rossz koncepció, nagyon sok mindennek köszönhető, és nem feltétlenül ez alapján szeretném megítélni a csáli angyalait. Azonban a fő gond, ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor is a film minősége ingadozik a bántóan közepes és a rossz között. Szerintem nagyon sokat elmond erről a moziról, hogy kijelenthető, hogy Kristen Stewart a legjobb pontja. És az a helyzet, hogy a tapnyolat ellenére ki kell mondanom, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy Kristin Stewart egy egész jó színésznő. A másik két főszereplő színésznő alakítását átlagosnak mondanám, bár kétségtelen, hogy a karaktereik is sokkal vékonyabbak. Minden esetre azért azt megállapíthatjuk, hogy az angyalok, mint csapat egész jól funkcionálnak. Storia ugyan van a filmnek, de körülbelül a minek kategória. A mozi elsősorban inkább az akciójelenetekre koncentrál. Ezeket pedig meglehetősen kínos párbeszédek kötik össze. Az a helyzet, hogy humor tekintetében is leginkább Christine Stuart egy sorosait lehet dicsérni, a többi eléggé félre ment. Ráadásul itt meg kell említenem, hogy bizony az akció jelenetekkel is komoly problémák vannak. Ugyanis tele vannak vágásokkal, illetve közelikkel. Na most ennek több oka is lehet, de elsősorban arra fele kapirgálnék, hogy Christine Stewartról nem is nagyon hiszem el, hogy meg tud verni egy 150 kilós férfit. A filmoperatőre pedig az az ember volt, aki például a Mátrixot is fényképezte. Tehát ez a dolog nem rajta ment el, hanem egész egyszerűen koncepcionális probléma. Mégis ha meg kellene neveznem, hogy ennek a mozinak mi a legnagyobb problémája, akkor azt mondanám, hogy Elizabeth Banks. Az általa írt forgatókönyv hemzseg a hibáktól, kezdve a karakterekkel, folytatva a dialógusokig. De véleményem szerint egy vállalható rendezéssel össze lehetett volna hozni egy popcorn akciófilmet. Nos, itt jön be a második gond Elizabeth banks szel kapcsolatban, mégpedig az, hogy eddig egyetlen egy filmet rendezett, mégpedig a tökéletes hang kettőt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyáltalán nincs tapasztalata az akciófilmek területén, és sajnos ez nagyon látszik a csáli angyalain a mozinak egy mencsvára lehetett volna, hogyha egy picit sem veszi magát komolyan és humoros. De erre meg ott van a 2000-es film. Az idei Charlie Angyalai egy rossz film, és ezzel nem is okoz meglepetést. Talán egyetlen egy pozitívuma, hogy viszonylag apró pénzből készült, nem tapsoltak el rá több millió dollárt. Christine Stewartot leszámítva nem sok pozitívuma van az alkotásnak, ezért 35%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!